Meg is érkeztünk, itt van velem Huszár ismételten. Rég láttalak, Huszár, üdvözöllek. Háló, szia. Esküszöm, a legközelebb találkozunk, fizet valamit. Tehát ez már az a kategória, ahol lassan te leszel a műsorvezető, és én érzem magam lassan vendégnek mellett, hogy itt fogtok ennyit ülni, mint vajdosok. Akkor cseréljük, hogy egyszer te is, vagy egyszer én. Az a baj, hogy velem a vibe rosszul járna, tehát nem, nekem nem megy úgy, mint neked. No, beszélgessünk egy picit a Level Up elleni győzelemről. Egy nagyon gyors és nagyon magabiztos győzelem volt ez itt napindítónak, ha lehet ezt már annak nevezni, így az estén mi történt a pályán? Mesélj. Igazából kicsit meglepődtem, mert ők pikkelhettek Szájdot, ugye mi pikkeltünk mapot, és engedték nekünk, hogy CT-be játszunk. Még tegnap is igazából a védelmünk az elég beton volt, kettő unlucky kört buktunk csak CT-ben, szóval ez egy kicsit meglepő volt számomra. Azon kívül szerintem most jobban ment a játék, mint tegnap. Hát, igen. Mi lehetett itt szerinted a taktika vagy a gondolatmenet? Tehát ezt már tegnap ikével kiveséztük, hogy nektek a CT az beton védelem. Hogy akartok ezen áttörni akkor? Én nem igazán tudom, lehet, hogy úgy voltak vele, hogy először essenek túl inkább a rosszabbik oldalon. Akkor, ha mondjuk sikerül talán, lehet az volt a fejükben, hogy sikerül ilyen 5 kört, 4 kört hozni, akkor ők már úgy jól vannak vele, és akkor majd CT-ből ők is megmutatják, hát csak annyira kevés kört tudtak hozni. Utána még nyerték a pisztolyt, de a force-t meg mi hoztuk le, hogy utána már nem volt mibe kapaszkodniuk. Ugyebár ma lett volna még egy mérkőzésetek, ami most már nem lesz, így mehettek nyugodtan relatíve pihenni is majd, hogyha a többi meccset nem nézitek meg, erről vélemény? Hát igazából nagyon sajnálom, hogy a Heat-tel nem tudunk játszani, mert ugye most így 13-0 lett nekünk, de nagyon szerettem volna ezt az eredményt rendes mérkőzés keretein belül ugyanezt az eredményt lehozni. Hát sajnos erre nem kaptunk esélyt. Hát nagyon sajnáljuk, hogy nem álltak ki. Mi is sajnáljuk, mert egyébként nagyon, nagyon izgatottan vertük volna a közösség két legnagyobb bázisával rendelkező csapatnak így az összecsapását. Ha jól emlékszem, talán pont nektek van így a két leghangosabb táborotok, ha lehet így mondani, még ha nem is számszerűen feltétlenül értve a legnagyobbat. Kanyarodjunk vissza viszont a Level Up-hoz, hiszen ott még van egy-két információ, amire kíváncsi lennék. Mennyire érezted, vagy éreztétek bátortalannak egyébként őket? Tehát azt már tudjuk, hogy nektek adták CT-t, ami hát nem úgy sült el, mint kellett volna, de megfelelően agresszívak voltak, vagy mi történt ott részben? Szerintem ahogy bekezdtek, nem voltak egyáltalán megilletődve, mert rögtön nyomták végig az execute köröket, szerintem 3-4 körön keresztül ugyanazt a kört, vagy gyakorolt sémát nyomták igazából. Utána talán, amikor egy kicsit ott visszalettek lőve, utána egy kicsit talán elbátortalanodtak, és inkább lassabban játszottak, ahogy szoktak. Most így viszont ti ültök a tabella tetején, eléggé stabilan. Hogy érzed most, tehát így az elmúlt három forduló alapján, hogy érzed, meddig fog megmaradni ez, vagy hogyha végig megmarad, akkor milyen eredménnyel fogtok zárni? Mindenképpen szeretném a tabella tetején látni a csapatomat, az egész elkezdte off-season, vagy előszezon, vagy pre-season végén. Igazából ez az egyik cél, a másik meg az, hogy ne losszoljunk mérkőzést. A következő meccsetek, ha már pont a mérkőzést felhoztad, 17-én, ugyebár jövő hét kedden, a Békés Csabai Esport Egyesület ellen lesz. Mit gondolsz erről az összecsapásról? Én őket amúgy szeretem, mert ők kicsit hasonlóan építik fel a játékukat, mint mi. Tehát gyakorolnak, rendes köröket, előre begyakorolt köröket csinálnak, és aszerint próbálnak játszani, úgyhogy én szeretem az ő játékukat, mindenféleképpen ügyesnek tartom őket. Kíváncsi leszek arra is, többek között. Viszont ha már itt vagy, és az előbb belengedtem egy picit a műsorvezetői pozíciót, ma még van hátra kettő mérkőzés. Mit érzel azokban a meccsekben, és mit vársz ott a csapatoktól? Bár nem a ti meccseitek, de ettől függetlenül érdekel, hogy mit gondolsz. Kérhetnék egy kis segítséget, hogy ki játszik kivel? Berci kollégánkat már is megkérem, hogy súgjon a füledre közben, mint egy műsorvezetőnek, tudod, most kapjuk az információt. Igen. Tehát ugye az jön ITHR egy... Honvéd, az érdekes mérkőzés lehet, mert a Honvédnak ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassú játékstílusa van, a THR meg inkább szeret dirdur pif bele csat bele módon játszani, úgyhogy az nagyon jó lesz. Hát én meg a plágon meg vagyok repődve, hogy még mindig nem tudtak mérkőzést nyerni.
De már van két döntetlenjük. Hát döntetlenjük van, igen, csak ahhoz képest, hogy ugye ellenük kezdtünk, és elég jól bekezdtek. Meglepő, hogy még azóta nem sikerült egyetlen skalpot se levadászni. És most ugye a Zero to Hero ellen fognak játszani, ja. Jelen pillanatban a hetedik, úgymond a nyolcadik ellen, ott mire számíthatunk tehát? Az egyik még nem nyert egyáltalán, a másiknak van két döntetlenje. Hát én plágot mondanék, de ez is attól függ, hogy mennyire fogják komolyan venni, mert én ott a levegőben kis kiégés szagot érzek, és néha ez a karakter pikkeken is meglátszik. Attól függ szerintem, hogy mennyire fogják komolyan venni, hogyha nem 100%-ig, akkor lehet meglepetés is. Na hát az est végén még írásban visszatérhetünk majd erre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát ha jól megy, akkor még fogunk találkozni. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Hello, hello! És érkeztünk, hamarosan érkezik a THR és az LLH összecsapása, avagy Team Horizon Reapers és Lenvo Legion Homebrew. Itt a menetrend mellettünk, másik oldalon, már megtanultam, hogy merre kell mutogatni hozzá. Viszont nem csak három mérkőzésünk van itt a mai napon, hanem van nekünk nyereményjátékunk is Twitchen keresztül, amit a felkiáltójel nyereményjáték parancs alatt értek el. Ma este van ugyanis az, amikor egy újabb Red Dragon periféria gazdára talán, illetve mivel tegnap este mindenki elment afkolni, amikor nem kellett volna Noble Shares sorsolásnál, hogy bekerüljetek a kalapba, ezért ma kihúzzuk a tegnapi nevet is, hogy a moderátor kollégánk majd egy picit korábban fogja elkezdeni eme két névnek a kihúzását. Ugyebár itt úgy működik a folyamat, miközben látjátok a napmérkőzésének felállását és magát a napmérkőzését a képernyőn, hogy minden adásnap végén kihúzunk egy nevet, ami bekerül egy végső kalapba, és abból a végső kalapból majd a döntőben húzunk, tehát amikor azt mondom, hogy Noble Chairs-re sorsolunk, az valójában a bekerülésre való sorsolás. Tegnap láttam, hogy este volt egy pici félreértés abból, és valaki azt hitte, hogy már a széket adjuk oda. Hát még a széken itt ülök egyelőre, úgyhogy nem adom oda, még kényelmes. Na de itt van a tabella, Matthew, nézzük meg, hogy mit látunk. Azzal a győzelmével most a Wild egy rövid ideig egyeduralkodó ott a tabella élén első helyen, mert attól függ, hogy a Team Horizon Reapers mit fog játszani majd a Honvéd ellen, amely egy egészen parázs összecsapás lehet majd. A Honvéd megelőzheti akár a Heatet is, hogy az alsóházban 5.-8. helyen ugye BE, Level Up Team Plague, illetve Zero to Hero. Ha jól emlékszem, akkor mindenki Plague-re tippelt a Prediction Boardunkon, de már is meglátjuk majd, mármint THR-re, így van. Milyennek azok a cupix? Én úgy gondolom, hogy láthattuk az előző öt mérkőzésen a Team Horizon Reapernek, hogy nagyon jók egyénileg, tényleg szerintem minden fordulóban volt egy játékos, hanem kettő legalább a Team Horizon játékosai közül, aki kiemelkedőt tudott nyújtani. Én ezen a mérkőzésen is erre számítok egyébként, hogy
nagyon jó egyéni teljesítményt láthatunk majd a Team Horizon Reapers-től, és kérdés számomra, hogy a Honvéd fel tudja velük venni a versenyt. Láthattuk tegnapi nap folyamán, hogy ott is vannak tényleg nagyon jó játékosok, mondjuk LCDF-et lehetne kiemelni a tegnapi mérkőzésről. Ha fel tudják venni a ritmust, és az, hogy igazából kegyetlen jól fejelnek a ITHR játékosai, akkor lehet egyedül esélye a Honvédnak. 5 darab a körök közötti különbség, a lejátszott körök száma közötti különbség, mégis az egyik oldalt, ugyebár több győzelem van egyel, ez mutatkozik meg a győzelmi arányban, és nézzük közben az alapszakasz játékos statisztikáit. Egyezik a rating, a multikillekben egyetlen egy különbség van, és hát nagyon, nagyon hasonlóak itt a statisztikák egymást összevetve. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a pályán hogy fog megmutatkozni, ugyanis már csak pillanatok választanak el benneteket attól, hogy elinduljatok itt a második mérkőzésre, úgyhogy itt már azért nem is adtam át a szót, hogy beszéljünk a statisztikákról, mert a statisztikák csak számok, ezt már sokszor igazolták a játékosaink is, mutassák meg azonban most ők, hogy mit is tudnak. Jó szórakozás mindenkinek! Hát köszönjük szépen. Még így az előző gondolathoz visszatérve villámgyorsan, miközben láthatjuk a Mapfétó térségű Bindre fogunk tenni egy látogatást, a Honvéd kezd meg védekezése, Team Horizon Reapers számadó oldalon, Breeze, Icebox, Heaven, Split, illetve Ascent esett ki végül a rostán, a emlegetett Bind maradt végül. Visszatérve egyébként filózgattam én is itt a Prediction-nél, hogy most Team Horizon Reapers vagy Honvéd, mert igazából a Honvéd is tud szerintem jó játékot nyújtani, viszont az ITHR képes olyan váratlan megmozdulásokra, amelyek akár mérkőzéseket is eldönthetnek. Így van, és ki lehet emelni szerintem, hogy Tigene is visszatért itt a Team Horizon Reaperhez a nyaralás végén. Most már szerintem ennél is jobban fognak játszani. Én úgy gondolom, hogy azért Tigene egy elég nagy mag, egy ilyen egyszemélyes magnak is mondhatnám, aki így hangulatot is föl tudja hozni, egyénileg is nagyon jó játékos. Meglátjuk tényleg. Hogy gondolod, mennyire lesz szoros ez a mérkőzés? Itt igazából szokták is mondani, hogy valamilyen szinten már az ügynökválasztás is már valamilyen szinten el tudja dönteni, vagy egy bizonyos mederben tudja elindítani egy mérkőzésnek a forgatókönyvét. Erre leszek meg kíváncsi, hogy ki, melyik Asian mellett teszi majd le a végső égleges voksát. Így van, én minden, én Haxraxról várok egy Reynát. Én azt hiszem ezen a pályán nagyon szereti. Most, hogy hallottuk, valamelyik interjújában említette, hogy most már duelisztekkel játszik. Én úgy gondolom, hogy itt Bindon egy jó öreg Reynára rá fog nyúlni, és amikor láttuk Reynázni Haxraxot, tudjuk tőle, hogy eszméletlenül jól tud fejelni vele. Kérdés, hogy lesz-e, amit említettem, a Honvédból olyan, aki fel tudja vele venni a versenyt. Mit gondolsz a Honvédban? Van olyan játékos, aki fel tudja velük venni a versenyt, aki egyénileg is képes azokra váratlan szituációk megoldására? Hát akiket te is említettél, hirtelen LCDF. Tehát most itt nem is emlékszem hirtelen, melyik volt az a mérkőzés, talán a Team Plague elleni, ahol igazából az első fél időben a legtöbb entry flag igazából az ő nevéhez fűződik, hogyha rosszul emlékszem, akkor elnézést, de ott volt egy ilyen első fél idő, és ott valami szinte még vezéregyenisége is volt a csapatnak. Igen, illetve a tegnapi nap folyamán az Zero to Hero ellen 25 kill, illetve 12 halál, hát szerintem nem is kell ennél többet csapatba, hogy ilyen társa legyen valakinek, ezt a igazából performance kéne megint nyújtani LCDF-nek, de én amúgy kiemelném Kempert, lehet, hogy azért, mert nagyon sokat játszottam vele, rettentően tehetséges és nagyon jó egyéni játékos. Talán annyira nem konzisztens, tehát hogyha egy nagyon jó napot kifog Kemper, akkor igazából nincs, aki megállítja. Tök milyen játék, hogyha el kell mennie Counter-Strike-olva, hogyha... Mondjuk... Ja, elnézést, beszéltek tovább, tehát igazából Kempernél, hogyha egy olyan napot fog ki, akkor bármilyen játékban igazából megy aztán fejel, tehát hogy Counter Strike-ról legyen szó, Valorantról, szerintem még hogyha egy Rainbow Six-be betennénk Kemper, ott is meg tudná állni a helyét, annyira egyénileg jó játékosról beszélünk. Viszont azt láthatjuk, hogy a Team Horizon Reapernél pedig én úgy gondolom, hogy 5-en Valorantban mindannyian egy nagyon jó játékosnak tartva őket, ezért is tudnak azzal a játékkal, amit már hallhattuk tőlük többször is interjúban, hogy csak mennek és fejelnek, és ez nekik teljes mértékben elég. Sőt, most így igazából talán a BE az a jeleni mérkőzés, a level up-eleni mérkőzés, tudom így felidézni, amikor a Speedyvel igazából pont azt számolgattuk, végül aztán egy kezünkön meg tudtuk mutatni, hogy hány olyan kör volt, amikor nem szerzett legalább 3 killt valamelyik
ITHR játékos. Hogyha igazából pont arra akartam gondolni, hogy mindig volt valaki, aki tudott esetleg egy gyors egyéni megvillanással megfordítani is egy kört, hogyha mondjuk az ellenfél éppen ember előnyben vagy helyzeti előnyben volt, azt esetleg megfordítani az ő javukra, hogyha ugyanezt tudja nyújtani itt majd a jelenleg második helyen álló csapat, tabella második helyen álló csapat, akkor bőven lehet esélyük egy olyan honvéd ellen, amelyik igazából nem kell szintén győzelemért érkezett ezen a mérkőzésen, már mint itt az most így szintén az esélyekre kiukadva. Én arra leszek kíváncsi itt a Team Horizon Reapernél, hogy amit mondtunk, hogy mennek előre, fejelnek meg, ahogy az interjúkból is hallottuk, hogy igazából ez a taktika náluk, hogy ez nemzetközi szinten ez mennyire lesz elég. És mennyire tudják felvenni akár egy nemzetközileg elismert jó csapat ellen a versenyt egy ilyen játék stílussal. Bár említette Haxrax, hogy a line-up az valószínűleg változni fog, de ennek ellenére nem tudom, mennyire lesz elég egy nemzetközi csapat ellen ez a megyünk előre, aztán fejelünk játék stílus. Hát igen, itt igazából a Honvédot azért láthattuk párszor úgy játszani, hogy kivártak, ameddig csak lehetett valamilyen szinten igazából az utolsó utáni pillanatig húzni az időt, ameddig még lehet. Ez az egyveleg igazából az, ami még számomra extrán érdekes lesz ez az összecsapás. Közben egyébként igazából a képernyőn a Team Horizon Reapers, illetve a Honvédnak a tegnapi mérkőzéseiről néhány jelenetet láthattunk, ahol hát voltak azért szép megmozdulások mindkét csapat részéről. Így van, hát egy falás mérkőzés 12-12 lett. Uh-huh. Ugye az utolsó körben valahogy a vágyosok meg tudták fordítani. Hát nem gondolnám egyébként, hogy ez a mérkőzés is hasonlóan szoros lesz. Szerintem egy kicsit egyoldalúbb lesz. Így elsőre azt mondanám, hogy a Team Horizon Reapers fele. Aztán meglátjuk, hogy a játékosok ránk cáfolnak-e. Így gondolok, hogy te Honvéd játékosaira mennyire tudnak majd jó játékot produkálni. Hát egyáltalán rövidesen a mérkőzés, egyébként elnézést kérünk a késlekedését, illetve köszönjük szépen mindenkinek a türelmet, egy picit később kezdődik el a mérkőzés, mint ahogy azt szerettük volna. Hát igen, meg valóban. Így van, még kávéznak egy kicsit a srácok. Még lehet, hogy maximálisat kihozzák, még egy utolsó kort teát megisznak, energiaitalt, ami szükséges nekik ahhoz, hogy egy teljesen jó performance tudjanak nyújtani, és el is kezdődnek itt a agent ügynökeinknek a pikkelései. LCDF-től láthatjuk a részt, nagyon jó játékot tud vele képviselni, Sebittől a jól megszokott Viper, illetve ugyanott van a Team Horizon Reapernél is egy Viper, Gabsontól a megszokott Jet, és Haxtraxról, amit itt már pedzegettem, hogy egy Reinát fog véleményem szerint hozni, úgy tűnik egyelőre sor is fog kerülni rá. Uh-huh. Mit gondolsz, melyik ügynök itt Bindon a legfontosabb, ami igazából minden csapatnak idézőjelbe kötelező hoznia? Hát, igazából ez teljes mértékben személyes preferencia, de én valamiért így Omennek kapcsolatban érzem azt, hogy rá azért is szükség, vagy nagyobb szükség lehet. Aha. Én egyébként egy Vipert mondanék itt Bindra, ami szerintem kötelező. Ugye, hogyha a támadó vagy le tudod tenni a Spike-ot a Molotovval, az Aciddal, amit ki tudsz Afterplantra dobni a bombára, az nagyon erős még mindig a Valorantban. Én úgy gondolom, hát tényleg egy 15-20 másodpercet is akár tudsz nyerni azzal a csapatodnak, hogy elmész támadó kezdőre, aztán onnan dobálod be a gránátokat. Hát meglátjuk igazából, ez mennyire lesz majd most jellemző a mérkőzésünkre. Még Vakuzék egy kicsit állítgattak a karakteren, de most már úgy tűnik, hogy minden helyén van. És rövidesen kezdetét is veti a mérkőzés. Így, még a meccs elején kit mondanál az tipnek, ki lesz szerinted a meccs embere? Nehéz kérdés, de mivel, hogy Tibon ez a Reapers győzelemre voksoltam, így tippelgettem, igazából tőlük mondjuk Trovét választanám. Aha. Én egyébként egy Haxtraxot mondanék így a látatlanba, még azt mondanám, hogy amikor láttam a mérkőzéseket, mindig
mindig nagyon jó teljesítményt tudott nyújtani. Hawkstrax, hallottuk az interjúban, hogy rettentően magabiztos, ami egy kicsit trollkodás is volt, ahogy említette, de hát meglátjuk, mire lesz most képes. A Team Horizon Reaper, illetve a Honvéd lassan kezdetét is veszi, pár másodpercen belül az első pisztolykörrel. Végül nézem az eredményeket, az ITR korábban ezen a pályán egyszer játszott, akkor a Team Plague ellen nyert 13-7-re, míg a Honvéd a B ellen 13-9 arányban alul maradt. Mind a kettő mérkőzés egyébként az első fordulóban került lejátszásra, úgyhogy most hosszú idő után térnek ide-vissza. Így van, és közben el is kezdődött az első pisztolykörünk, egy minimális alapozással kezdődött itt a Team Horizon Reapers. Megvárták hát, hogyha a Honvéd játékosai kinéznek valahol, viszont ez nem történt meg, és ezután itt egy B-rövid kirobbanás lesz, egyedül Hawkstrax folyott terelni, vagy flankelni, ez itt a kérdés, mert a terelés nagyon jól jöhet, hogyha valamelyik védekező játékost el tudja itt rotáltatni, de úgy tűnik csak flankelni fog, és közben a Team Horizon Reaper robban is be B-rakóra, LCD effektnek kérne itt beszúrni egy freget a néddel, összejön, Krisz is tudott egyet lőni, Gabson válaszol erre, 4v3-ban maradt a Honvéd, Light Rolandnak még összejön a második frag. Egyedül marad itt B-rakón Gabson, és Hawkstraxot le tudja lőni Kemper, 1v4-ben marad Gabson. 79 HP-n, nagyon nehéz szituációban maradt. Bárhova menne, ott egy Honvéd játékosra találja magát szembe. Igen, pont ez akarnak csinálni, hogy teljes mértékben körbe van véve, és le is lövi végül őt Krisz. Így egy pisztolykört a Honvéd nyeri. Igen, igazából itt már rögtön az elején azt láthattuk, amit itt a felvezetőben mondtunk, hogy gyorsabb tempót próbál diktálni a T-Venizer Reapers. Ez félig össze is jött, mert a site-ig eljutottak, ott viszont inkább vártak, hogy mit fog lépni esetleg a Honvéd, ez nem lett úgy, nem történt igazából védekező csapat részére semmi, úgyhogy végül folytatták tovább. Így van, talán amúgy, amit pedzegettem, hogyha a Hawkstrax egy kicsit tudott volna ott egyedül arra konterelni a társainak, és valamelyik mondjuk LCDF-et kimozgatta volna a pozíciójából, lehet, hogy sokkal sikeresebben tudtak volna B-rakóra rámenni. Ez nem történt meg, úgyhogy egy nagyon erős Honvéd setupba futott bele a Team Horizon Reaper, viszont visszaforszoltak ennek ellenére, és ebbiek egy 1-1-es cserével tudtak csak kijönni itt fürdőből. Kempernek kéne még itt egy freget beszúrni, hogyha életbe akarja tartani a reményeket, viszont hogyha ő elhullik, LCDF-ek nagyon nehezen tudják ritékelni ezt. LCDF egy freget beszúr, viszont Gabson egyből visszalövi, 3v2-ben marad az Team Horizon Reaper. Nézd meg, már tolják is előre, vakúznak, összejön Sheriff fel a fejes. De ott van Roland, egy frag. De a Spike lekerült. Nincsen túl könnyű helyzetben. Ott esetleg másik, az info az megvan, de a frag az nem. Elveszemben mind a kettő ITR játékos, de végül a támadók jönnek ki jobban. Gabson egy triple kill-lel egyenlít. Így van, gyönyörű fegyeket láthattunk itt Gabsontól. Triplájának köszönhetően visszanyerték a papíron. Nehezebb kört, ugye elbukták a pisztolykört, és egyenlőre úgy néz ki, hogy ez a napunk így fog zajlani, hogy az egyik csapat megnyeri a pisztolykört, a második pedig egy forszal meg tudja nyerni a második körüket. És ezáltal egy ekóra kényszerítik a Honvédot. Egyetlen egy sheriffet láthatunk LCDF részéről, a többi a klasszikkal próbálnak majd szerencsét. A Team Horizon Reapers pedig úgy dönt, hogy menjünk együtt B-re, szépen itt húkát elfoglaljuk majd, ami egy kicsit nehéz lehet, hisz itt a Honvédtől egy három emberes setupot láthatunk. Nézd meg, Gabson a jettel már fut előre nagyon magabiztosan, nem vár semmire. Farkassal vakuz információt tud szerezni két játékosról is, és emiatt Gabsonék betolják a B hosszút. Nézd meg, sebiékre dobálnak itt mindent. LCDF viszont valahogy duplázott a sheriff felé, Krisznek kéne hátba lőni a vakuszt, viszont nem jön össze, és vakuszt tud triplázni. Gyönyörű kört láthattunk a Team Horizon Reaper-től, ahogy tudott a Sky információt szerezni vakuz részéről, hogy srácok, két honvédos játékos is ott van húkából, toljátok be azt a B hosszút írtó gyorsan. Meg is történt, és egy mondhatni szendvicsbe szorította a Honvédot ezáltal. Ott, ahogy meglátott az info ott a kettő Honvéd játékosról, olyan szinten fölpörögtek itt az iram, itt a történések, olyan szinten fölpörgött itt az iram, hogy így bizonyos, én is kapkodtam fel, hogy olyan gyorsan követte egyik frag a másikat, és pislogtam egyet, már szinte 4v2-ben volt már az ETH-ra, szerintem már be is tudták fejezni a kört egy győzelemmel. Igaz, a Honvéd echo-ja miatt nem volt túlságosan könnyű helyzetben. Egyelőre ez a
tempódiktálóbb felfogás, játékfelfogás ki fizetődőbb az ITR-nek, elnézést. Így van. És az egész ligában eddig azt láthattuk, hogy ez a játéstílus jellemző rájuk. Nem pedig nagyon fregeket nem tudnak fölé, illetve semmi nem számít, hogy Vakuzra a lámpába át tudott csúszni információ nélkül. Truve, illetve Vakuz tud még freget beszúrni. Chris és Haxrax is lő egyet, és emiatt Light Roland 1v4-be marad. Vajon megpróbálja, vagy inkább kimenti azt a fegyvert? Szerintem itt egy-két exit freget megpróbál beszúrni. Kicsit talán a Team Horizon Reapernek a fegyvereit elcsenni. Hogyha nem is elcsenni, pontosabban a gazdaságokat egy kicsit lerombolni. Úgy tűnik, hogy itt a ITHR egyenlőre nem szeretne Light Rolandba belefutni. Valószínűleg ezt a Phantomot innen már nemes egyszerűséggel ki fogja menteni Roland. És 3-1 módosul ezáltal a mérkőzés állása az ITHR részére. Ismételten a Honvédtől láthatunk majd egy Echo kört, ugye Light Rolandnál marad ez a Phantom. Neki kéne valahogy hősnek lennie itt az ötödik körben. Mondjuk ezzel a teljes Echo-tól egy picit megmenekült szerintem a Honvéd. Bár mondjuk kíváncsi lennék így arra a kasszára, de így, hogy most juniorban 3-at vesztettek, és pont ez volt az, ahol valamilyen szinten azért rá tudtak vásárolni. Így, hát... túl sok esélyük van, de így azzal a kimentett fegyverrel egy kicsivel mégiscsak több. Igen, arra lesz a kíváncsi, hogy itt az egyetlen egy Phantom, bár még LCDF-nél láthatunk egy Judge-ot, hogy megpróbál-e Light Roland kicsit agresszív lenni. Mert hogyha túlságosan passzívok egy ilyen körben, ahol egyetlen, mondhatni normális fegyver van a Honvédnál, akkor hogyha véletlenül belefutnak a klasszikusokba a Team Horizon Reapers játékosai, akkor mondhatom szerintem, hogy meg is nyerik azért. A klasszikokkal sok esély nincs a Honvédnál. Viszont sebbi rámcáfol, hisz nem klasszikkal van, hanem egy sheriffet rávesz, és Haxraxot tudja lelőni. És ahogy látom, végül fordít is B felé. THR, ott is van Babzomtól a válasz, 4v4. Igen, viszont az a charge az nagyon erős lehet itt húkába, bár információt tudnak szerezni, és Gabson le tudja emiatt lőni. Még kijött az ultimate, viszont ez már talán egy kicsit késői volt. Igen, tud duplázni. Lightrunnak kéne valahogy Gabsont lelőni. Az első frag megvan neki, Truvét is le tudja lőni. 1v2 szituációban marad Lightrun, viszont ez teljes mértékben realizálja a Team Horizon Reapers, és már a Sky Vaku személyébe robog is be a Sight-ra. 30 HP-ben van esélye lehozni Light Rolandnak, ez itt a kérdés, vagy ismételten azt választja, hogy kihozom ezt a Phantomot. Hát... mondjuk most jobban fog állni a kasszája a Honvédnak, szóval talán egy kicsikét csökkenteni az esetleges költségeket, egy mentést meg lehet próbálni, de így 1v2-ben, bár mondjuk kevés a HP-ja, az egy kicsikét az esélyeit csökkenti. Így van, ismételten talán erre az exit fragerésre fog itt reállni Light Roland. Talán a 30 HP miatt azt sem mondhatjuk, hogy és közben Vakuz lelövi. Azt se tudta megpróbálni, hogy lefüstöli a Spike-ot, megpróbálja felszedni, hogy kószagolyóba belehalt volna. Semmi miatt 4-1 a Team Horizon Reapersnek. Kicsit olyan érzésem van, mint az előző mérkőzésen. Első kört lehozta védekező csapat, viszont utána nem nagyon volt momentum a fél időben. Meglátjuk, hogy rá fog-e számfolni a Honvéd. Ott ezt akartam mondani én is egyelőre, tényleg ja, ugyanazt a forgatókönyvet látnánk, hogy megnyerte az egyik csapat a pisztolykört, és olyantól kezdve csak az ellenfél az, amelyik utána győződelmeskedni tud. Igen, és nézd meg, nagyon sok pénz volt a Team Horizon Reapersnél. Egyik játékosnál még 9000-et is láttam, viszont a Honvéd egy elég agresszív player próbálkozott, és ez össze is jöhet, hisz Kemperre nem számít, igen, viszont le tudja valahogy lőni. Közben itt frag változások vannak, amivel a Team Horizon Reapers jön ki jobban, 4v2-ben vannak és le is tudják tenni a Spike-ot. 2v4-et kéne valahogy Chrisnek és LCDF-nek hozni, LCDF-nek beakad az első frag Haxraxra. Nézd meg, jön tovább, a gránát nagyon jól lehet, viszont nem számít arra, hogy Truve ki fog rá nézni, 1v3-ban maradt Chris. Valahogy neki kéne a körhősének lennie. Falon valahogy nem akad be Truvére, viszont a második játékosra nem számít, igen, étlövi le. Ismételten egy fegyveres kört bukott el a Honvéd. És teljes mértékben, amit eddig láthattunk itt az alapszakasz folyamán, ebben a 5 fordulóban magabiztos játékot mutat nekünk itt a Team Horizon Reapers.
egyelőre az, hogy nem várnak sokáig igazából az, hogy megindítsák a támadást, hanem ahogy csak tudják, ahogy van rá lehetőség, mert indítják is az offenzívát, ez egyáltalán nem tud mit tenni a honvéd. Egy-két freget azért sikerül elérniük, de az, hogy kevés HP-val, 1v2-vel bent kellene valami csodát művelnie az egyedül életben maradt honvéd játékosnak, hogy amikor rendre az entry fregeket néz, meg most is vakkusztal egy dupla, az entry fregeket rendre az ITHR szerzi, az őrségeket növeli szintén. Ezek Crystal azért ott a válasz. Lehet esetleg a második? Nem. Például milyen gyorsan elhullanak ismétletlen a honvéd játékosai. Egy gyönyörű duplát láthattunk Vakusztól, és amit itt beszéltünk a meccs elején, hogy ugye itt a Team Horizon Reapersnek egy ilyen kicsit agresszívabb, bátor játéka van, ugye mennek előre fregelni, hogy most látjuk itt a kör végén. Meg is tehetik, mert ennyire jó játékosaik vannak, hogy rendre meg tudják szerezni az entry-ket elég nagy százalékban. Ez teljes mértékben elég itt nekik KNTM-net azon során. Nézd meg, gyönyörű két duplát láthatunk a Kusztól. Igen. Azt se érdekelt, hogy 14 HP és megyek előre, hát ha meg lesz a harmadik. A Krisznek majdnem meglepott a második, de Hawkstrax ügyesebb volt ott nála. Itt igazából nekem nagyon szimpatikus volt, hogy egyszerre hárman jönnek itt életben maradt Kemperre. Itt igen éjjel lett a frag. 6-1 GTHR-nek. Hopp, LCDF megöli saját magát és kapszott is. Letrédelte saját magát, mondhatjuk, Hawkstrax tud válaszolni, viszont Sebiék még egy fregetit be tudnak szúrni, Sebinek kéne duplázni, viszont nem jön össze. Hawkstrax duplázik helyette, 3v2-ben jön be a Team Horizon Reapers, arra kóra, a Spike-hoz le fog kerülni, illetve a Viper ulti kijön Tigenétől. Light Roland és Kemper próbál majd itt hátba jönni. Kérdés, hogy itt Hawkstrax fog-e rájuk számítani, hogyha egy jó timingba kinéz rá, akkor akár duplázni is tud, és így van, az a jó timing lassan meg is lesz neki. Viszont kinézni nem fog rá, úgy tűnik. Megvárja, hogy bejöjjenek a játékosok, és nézd meg milyen jól dönt. Light Rolandot biztos le fogja lőni. Egy kicsit elszóltam magamat, elnézés Hawkstrax. 2v2-be jöhettek itt Kemperékbe. Kemperről van információja Vakuznak. Viszont igen, elővi Light Rolandot, és itt a Vipernak nagyon könnyű dolga van az ultiába. Igen, a duplával zárjuk be a kör. 7-1, teljes mértékben az ITHR elképzeléseik szerint alakul ez az egész mérkőzés. Így még hogyha vannak is momentumai így a honvédnak, egész egyszerűen annyira nem tudják kihasználni ugye, előnyüket, meg mindig megvan ugyanúgy most már, hogy az első körökben még nem igazán láttam, de most már megvannak azok a kisebb megvillanások, még hogy azok nem is annyira látványosak. Mondjuk ez pontos lehetett volna, csak nem teljesen volt jó célzás Hawkstrax-tól. Így van, Hawkstrax egyébként itt a sokkal nehezebb fregeket is el szokott lőni, hát ez az egyszerű most nem jött össze neki. Ahogy a mondást tartja, a legjobbak is szoktak hibázni. Így van, természetesen. Night Rolandtól. Teleport, jó. Chrisnek itt tud baitelni, Chris duplázik! Jézusom, mit rak a Sheriff fel, és összejött neki a harmadik Chris tripla! A negyedik nem jön össze, Hawkstrax tudja visszalőni. És Hawkstrax, hogy füstöl előzi LCDF-et, milyen kört láthatunk itt, Jézusom! Valannak talán ott igen, igen, nem megy át a végül. Mert azt hittem. Megvan az info is szép. És lent van a Spike. Egyedül maradt ott. Egy V2-ben, egy V3-ban, bocsánat. Hawkstrax. Még van bőven ideje. Jó idézőben, mert persze a bőven szót. Hopp, és ott is van a második fejes Light Rolandtól. Hát a Sheriffek köre, mondhatjuk. Igen, igen. Ott egyébként hát itt fogjuk látni ezt a freget. Egy lövéssel kettő embert egyszerre, Gabzon és Vakuz. Igen, és utána még Truvét is le tudta lőni. Hát mekkora gyönyörű játékot láthattunk itt Chrisnél. Belájnak voltak előtte itt a Team Horizon játékos, és hát meg kellett nyomni a bal klikket is, már jött is a dupla. Hát azt nem gondoltam, hogy pont egy pisztolyos kör lesz majd itt a Honvédnek a második. Viszont ez egy kicsit mondhatni kis esélyt adhat nekik. A pisztolyos kört is meg tudták valahogy nyerni, akkor gyerünk már srácok. Phantom Vandallal is sikerülni fog, lehet most ezt mondják éppen TS-en. Tehát azért itt van a másik csapatban Tigene által vezetett ITHR, aminél lehet, hogy csak egy kiadás volt ez az előző kör. Chris fog itt egyébként két játékosra találni, nézd meg Gabsa mennyire agresszív, viszont ez most nem jött neki túlságosan össze, Chris tudta őt lefejelni.
igen, egyből ki is túrta Skynak az útját, ezzel maximum információt tudott szerezni, és Light Roland is bátran kipikkel Haxraxra. 5v3-ba marad ezáltal a honvéd, igenéjék neki kéne valahogy itt lelőnie Chris, hogyha erre a B-rakóra bepróbálnának jönni. Sky ulti miatt lesz információ, hogy igenének az első fagban, és a második is igene duplázik. 3v3-ba maradnak. És nagyon messze vannak, ráadásul a Sky-tól a honvéd játékosai. Nagyon könnyedén mehetett ott le a Spike, most érnek egyébként csak oda. Nem is egyébként egyáltalán. Az esélyek nem mellettük szólnak, talán az, hogy 3v3. 3 vakus gyorsan egy dupla. Nem periseri. Kedértől nem sikerül a válasz, vakus triplával fejezi be ezt a kört. 8-2? Két ember megnyerte itt a ITHR-t. Nek, igazából TNA-nek ez a dupla entry egy gyönyörű volt, és utána mi lemaradtunk, hogy vakus tudott triplázni itt a kör végén. Hát elég nehéz itt a honvéd számára, egy 5v3-at sikerült megnyerni. Light Roland véleményem szerint azt hitte, hogy nem lók ki, de hát igen, a szemfüles volt, és le tudta őt lőni fal mellett. És az volt igazából a coach momentum ebben a körben. Mint az azzal nyerte meg talán az ITHR 8-2. Valamit most meg ki kellene találni a honvédnak, hogyha nem szeretnék, hogy még jobban elhúzzon ellenfelük riválisuk. Még így az első fél időben. Igen, pedig az első körbe is összeért nekik a két entry. Gondolok itt a honvédra, és valahogy elbukták el, ott volt egy Tigene és egy Vakuz a másik csapatba. Nézd meg is, Gabson, van információjuk, hogy lámpába átment, viszont nagyon nagy nyomás helyezett erre, és Gabson és Tigene is tud eltrizni itt a rakón. LCDF-et kéne még valahogy lelőni a Gabsonnak, ez nem jön össze, közben Tigene duplázik. Light Roland is beszúr egy feget, 2v3-at kéne valahogy hozni a honvédnak, hogy fel akar itt zárkózni az ITHR mellé, viszont ez nem jön össze, és Haxrax duplával fejezzük be a kört. Hát mekkora magabiztos és gyönyörű játékot láthatunk itt az ITHR-től. Ami igazából mondhatjuk, hogy a névjegyük is mennek és fejelnek, és nem is kell több. Egy-két nagyon-nagyon apró, olykor akár észrevezetlen hibával játszik az ITHR, de igazából na, hogyha csak a pozitívumokra próbálunk fókuszálni, akkor azt mondhatnánk, hogy a egészen pazar az a teljesítmény, amit a csapat le. Hát ez fejel 9-2, és elnézve itt a teljesítményt, a játék teljesítményeket egyén, illetve csapat szinten is. Akár egy 10-2-vel is fordulhat a csapat. Hát erre ehhez a honvédnak lesz egy-két szava elnézés. Nézd meg Gabson a chat. Chatnek az ultiával fog itt beugrani, viszont Tigene ott van előtte, Tigene meg tudja szerezni az entit Light Rolandra. És egy játékos maradt B-rokon a honvédtól, akit le tudtak lőni, és neves egyszerűséggel így 54-be le tudják tenni a bombát, Truvék. Chris majdnem kilövi közben Truvei falon, hát jön neki Haxra segíteni. 5v3-ba marad. Demorizer Reaper és a Vipernek Tigenétől kijön az ulti, viszont Gabsont ezt nem érdekli, belemegy, illetve Haxrax is mennek, fejelnek, nincs megállás. Hát nézd meg, futnak, mennek, lőnek, fejelnek. Hal a honvéd. Igazából ilyen gyorsan összefoglalnám ezt a kört. Hát stílusosan egy flow lesz, körrel zárjuk az első fél időt. Valamilyen szinten amúgy pont azt mondtak, hogy tudunk párhuzamot vonni az előző mérkőzéssel ugye a forgatókönyvben, hát akkor mondok még egy érdekeset, ott is a későbbi vesztes Level Up nyerte meg a pisztolykört utána, viszont a Vágy 10-2-vel fordulhatott, a Vágy 10-2-es előnyével fordulhatunk a második játék részre, most is ugyanígy alakult 10-2 az ITHR-nek. Így van, teljesen tükörképe ez a mérkőzés az előzőhöz képest. És hozzátenném, hogy engem valamilyen szinten jó, lehetett azért szemtenni rá, de azért picit meglepett, hogy a honvéd nem tudott több kört nyerni eddig egyelőre ezen a mérkőzésen, de talán támadó oldalon, minden Kemper, sőt LCDF, kettő freggen indítanak. És ott van Kemper, illetve Sebi, ki a harmadik, negyedik freget meg tudja szerezni a honvédnak, egyvédben maradt Haxtrax. Kempert még le tudja lőni. Szóval nem hírelte magát, mint egyből. Hát és átforgatnak közben a honvédos játékosok arra kóra, viszont Haxraxnak ott van a második. És így nagyon jó, hogyha legalább 100 HP-ra fölhíleli magát, illetve még egy 5 armort összeszedett, így még talán esélye is lehet esetleg. Valahogy egy freget kéne behúznia itt Haxraxnak, de úgy tűnik, hogy nem szeretné elsietni, és a honvédtől egy nagyon jó setupot láthatunk.
egyelőre, mert nincs infója. Jól van, talán most. Reg esetleg vissza szemben nem sikerül neki. És meg is van a harmadik kör a Honvédnak. Pontosan, ahogy látottuk az előző mérkőzésen. Kérdés, hogy most itt a támadó oldalon lévő Honvéd el fogja bukni Force körét az ITHR-nek. Második pisztoly, mondjuk itt 1v, amikor 1v5-ben vagy igazából, hogyha a Honvéd szempontjában nézzük, akkor 5v1-ben voltak, akkor én már valamilyen szinten magam elé vizionáltam ezt a körgyőzelmet, egy Hagstrax tett róla, hogy azért legyenek még izgalmak folytatásban. Ja, van egy Force-szal is itt a Team Horizon Reapers, egyedül egy Gapsont láthatjuk, aki operátorra hagyott egy kis pénzt. És egy jól megszokott alapot láthatunk a Honvédtől, nem szeretnék itt elsietni a dolgokat, pláne, hogy egy ennyire agresszív csapat ellen, mint a Team Horizon Reapers játszanak, nézd magad, Hagstrax lassan ki is fog nézni. Vagy nem. És nem, pont rám száfol. Felvezettem, hogy mennyire agresszívak szoktak lenni, nem néz ki LCD effekt teljes mértékben, türelemmel szépen tartanak, hát ha valaki kinéz, és ezt a szívességet nem fogja megtenni itt a Tigi nevezett Team Horizon Reapers, ha csak, amint kimondtam persze, hogy egyből kinéz Hagstrax, az nem is jön össze neki, Slytron le tudta lőni jött a Spectre-vel. Mávra se próbálják elsietni a kört a honvédosok. Most igazából totál ellenkezőjét láthatjuk, mint mondjuk előzőleg, amikor a Team Horizon Reapers támadott, most ott egészen hamar próbálták lezárni így a köröket, a honvéd viszont ameddig csak tudja elhúzza. Egyben, egyébként pontosan az, amit Huszár kiemelt, hogy a Team Horizon Reapersnek egy ilyen nagyon gyors játéksztílusa van, a Honvédnak még épp ellenkezőleg egy ilyen lassabb, alapozósabb, viszont túl közben még egy freget be tud szúrni a Sheriff fel, válaszolnak rá, Chris egy duplával, 4v2-ben marad a Honvéd. Fakusztól ott van egy hatalmas nagy fejes, LCD-f le tudja lőni Tigadét a Spectre-vel, 1v3-ban marad Vakuz. Valahogy összességében egy 4-es kéne összehoznia. Nézd meg, sebbi már a Viper-nek az acidgyára föl is állt. A gránátot rádobott volna a bombára. Hát meg lett a Honvéd negyedik körre. Nem az előző mérkőzést láthatjuk. Force nem sikerült megnyerni az ITHR-nek. 4-2, hogy valóban így a Honvédnak, most, amennyire a ITHR-nek jól jött ott az a gyorsabb tempó, amikor ők ottok a támadók, most ez a kicsikét lassabb, kimértebb, nyugisabb tempójú offenzíva most a Honvédnak jöjjött, de azért megnézzük így a kasszákat, azért a Honvédnál sincsen olyan sokkal több, bár megint próbál rávásárolni az ITHR, mondjuk elnézve a körarányokat valami szinten még meg is tehetik. Így van, LCD-től, közben láttunk egy rossz robotot, pont a falnak a sarkába beleakadt. Igen, számára is kicsit fura, bár valószínűleg itt a túlzott magabiztosság miatt úgy van már vele az ITR, hogy zárjuk le ezt a mérkőzést, tehát első fél időben sokkal jobban játszottunk, mint a Honvéd, forszoljunk rá, elég lesz nekünk a Spectre Vandal kombináció, Gapsont viszont közben falon LCD-f le tudta lőni fél HP-ra. Még egy örök kívánok, sőt még a Spike is rendkívül messze van, de talán ebből végül egy D lesz. Így van, nem sietik el továbbra se. Kis alap, viszont már 50 másodperc van. Már nagyon sokáig nem tudnak tartogatni a honvédos játékosok, lassan el kéne indulni itt valamelyik rakóra. Ahogy látom a minimapot, itt ez a B rakó lesz leginkább. Nézd meg, Gapson már egy kicsit unja is, hogy a honvédosok csak tartogatnak. És egy elég jó ITHR setup-ba fognak itt belefutni. Három játékos is itt van. Falat teljes mértékben jó timingba húzza föl Tigene. Társainak ezzel időt nyerve, 20 másodpercet haladnia kéne lassan a Honvédnak. Ezt akármennyire akarnak haladni, itt lesz 3 ITHR játékos, 10 másodperc, mire várnak? Még az a kérdésem, Trube és Gapson tud egy freget beszúrni, Trube duplázik. Sebit is le tudja lőni még Gapson, 1v3-ban marad, viszont idő már nincs letenni a Spike-ot, Gapson triplával zárjuk a kör. Hát mennyire bátortalan volt ez a kör, szerintem mondhatom. Hát... kis, nem tudom, hogy létezik ez a szó kifejezés, tegnap már alkottam egyet, én a következő szerintem túlvárakozták szerintem ezt a kört, tehát így ilyen 25 másodperc az, amire még én azt mondom, hogy még az
addig érdemes talán még várni egy offenzívát, de így néztem 15 másodperces timer, és mindig ott várakoznak, nem indulnak meg, hát itt már valami szinten kapkodniuk is kellett, nem sikerült. 11-4 PTH-nek. Így van. Hát ez idő lett a legnagyobb ellenség a kör végére itt a Honvédnak. Ezzel köszönjük szépen az ITHR, és meg is szerezte már a 11. körét. Gabson próbált entrizni, viszont nem jött össze, és Kemper tudta őt lelőni. 62 HP-val élt túl ezt a párbajt. Ismételten tartogat a Honvéd 5-4 ellenére. Hát hogyha itt a védekező játékosok próbálnak egalizálni ezt az 5-4-es szituációt, viszont Vakuzék nem szeretnének előre menni, és még egy freget adni a Honvédnak. Akkor az elrotál B-re, most annyira nem érzik jól, mint az előző körben, hogy egy 3B-s stackbe belefuttatják a Honvédot. Tigene és Haxraxnak a duójának kell itt megmenteni ezt a kört. Nézd meg, ismételten csak tartanak a Honvédosok, nem annyian akarják elsietni. Még ott kivárják B röviden azt a füstöt, és már előbb mondtam, hogy ketten kell majd Haxraxéknak megvédeni, addigra már Vakuz átér. Most robban is be a Honvéd. 30 másodperc van a körben, most kicsit jobban állnak időben, mint az előző körben. Kemper már duplán árta a TLCDF-et, Haxrax le tudja lőni, és Vakuz kijön segíteni, hogy Kemper tudja lelőni, Haxrax duplázik. Be van szorulva a sarokba, 2v1-ben maradnak sebiék. Valahogy jobban jöttek ki a trédekből. Nagyon jó volt, hogy Haxrax be tudta nyomni a halhatatlanságot, Truve tud egy freget lőni, és nagyon jó az ulti a Truvénak, 1v1-ben marad, viszont Sebi lelövi őt. Gyönyörű megmozdulás volt Haxraxtól, amit láthattunk. Lelőtte az első játékot, a halhatatlanság miatt még egy kis időt tudott húzni, és Vakuz átolta a füstöt, tudott segíteni lelőni a másik játékost róla. Ott igazából... láthatjuk itt. Igen, igen. Mondjad, bocsánat. Bocsánat, csak azt akartam kiukadni, hogy ott igazából én annál, ennél a Brimstone ultinál éreztem azt, hogy ezzel talán már megvan a... De megvan az ITHR-nek ez a kör, viszont még nem, még érkezett egy újabb, hát úgy mondjam, plot twist. És még tudott válaszolni erre a Honvéd, kapaszkodnak még az eredménybe. De hogyha mindenféleképpen nyerni akarnak, például a vereség, a körveszteség már nem fér bele. Az entry-t sikerült, Kemper! Az entry-t. Vakuz egy triplával válaszol! A True LCDF-ezen is Vakuz egy 4-es kill-el, 4-es reggel válaszol. 12-t! Match point. És Gabsontól a chatten jól láthatjuk, igazából ezt a kört ennyivel le is lehet tudni, Vakuz egy isten, ahogy láttátok. Gabson írja chatten. Pedig ott az entry frag Kempertől, de aztán amilyen tempóba jött a válasz. Vakuz 1, 2, 3, és aztán majd az zárásként 4. Húve még egy pediket LCDF-el szemben. Chat, jól számolom, 7. Vagy 8 meccspont az ITR-nél. Így van, 7 meccspontra van most itt az ITR attól, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést. Igen, próbált egy entry-t szerezni, nem jön össze. Viszont Gabsonnak a másik oldalt sikerült, LCDF-et tudja lelőni, illetve itt arra röviden Haxrax tudta lelőni Sebit. 5v3-ba vannak. Kemper pont rossz ütembe fordul el. Igen, közben lelővi Light Rolandot, Haxraxnak is sikerült likvidálnia, és Gabson fejezi be a kört. Flawless körrel zárja ezt a mérkőzést az ITHR. Tényleg, és ha már az első fél idő utolsó köre és Flawless körre fejeződött, akkor most is. Nem csak? Ezt akartam mondani, hogy én egy hasonló mérkőzésre számítottam. Szerintem kijött itt az erőkülönbség, hogy azért eléggé sokkal többet játszanak itt a ITHR-es játékosok, mint a honvédosok, és ki is tudták ezt a előnyüket használni. Üdvözlünk a köröinkbe, Spray! Hello, besurrantam ide, sziasztok! Hát srácok, megint Haxrax carry majdnem mondanám, de aztán mégse cupis jöttek és fejeltek az ITR-esek megint, tehát a Team Horizon Reapers csapata úgy látom, hogy hozta a formáját, tehát 8 körnél többet az ellenfél még mindig nehézkes elhoz. Így van, no man is no man, megyünk és fejelünk, megint megmutatták ezen a mérkőzéssel, meddig működhet ez nekik szerintetek? Nem tudom egyébként, tehát gyakorlatilag a hetedik fordulót kezdjük majd meg. Figyelj, fél útig jó, nem elfáradnak, ez itt a kérésem talán, nem Máté? Hát mondjuk tegnap pont a Wide volt az, aki ezt meg tudta szakítani, ugye egy 12-12 lett annak a meccsnek a vége, de most így ezzel a győzelemmel azért azt is érzik, hogy az egy egyszeri kicsúszás alkalom, kicsúszásbeli alkalom volt. Bárki tudja.
Igen, és benne van szerintem, hogy akár itt a magyar mezőnyben a döntőig el tudnak ezzel a taktikával menni, hogy megyünk és fejelünk, mert eddig 6 mérkőzés, és tényleg a tegnapi Wild elleni mérkőzés volt az, ahol egy kicsit szorosabb volt, viszont a többit az nemes egyszerűséggel a első Axtrax interjúból bizonyos mondat, hogy 8 kör alatt nem hoz senki, az teljes mértékben le tudták bizonyítani. Látom, megdöntöttük, hogy folytatjuk inkább azt, amit elkezdtünk, 13-3, 13-5, akkor most 13-7 lesz a következő mérkőzés, csak úgy halkan megjegyzem, vagy lehet, hogy visszafele megyünk. Remélem, hogy ezért az Hero, illetve a Plague mérkőzése majd jobban fog alakulni, kicsit szorosabb meccs lesz, nem is volt egy döntetlen, sőt kettő is, úgyhogy miért is ne lehetne ma is akár döntetlen és pontosodás. Azért fontos megemlíteni, hogy a Team Alázépes csapata nem veszített még mérkőzést, tehát ez halkan megjegyezni, egy döntetlen meccsük van. Ezzel gyakorlatilag a frissített tabellára rá is tudunk nézni. Itt van 6 mérkőzésből 5 győzelem és egy döntetlen 16 ponttal ugye, a legtetején a tabellának. A Wild Multigaming előttük van. Ez egymás elleni eredmény ugye döntetlen, tehát nem emiatt, hanem a kördifferencia. Na tessék, végre ezt is látjuk így. Cupix, amivel talán első két nap foglalkoztunk, az most itt van statisztikailag is, hogy mégiscsak számít az, hogy mennyi ez a plusz szám ott a végén. Így van, ennyire fontos. És mennyire jól jön a Wild Multigamingnek, hogy a mai nap folyamán a Heat nem tud ellenük kiállni, és egy 13-0-át könnyűszerrel bezsebeltek ezzel. Majd a végén, hogyha talán emiatt múlik itt az alapszakasz folyamán az első helye a Wildnak, akkor lehet, hogy köszöni szépen a Heatnek ezt a pár hónapja eltelt 13-0-át. Nem merem felkonferálni, ha Axtrax interjú lesz, szerinted Cupix, tehát azért itt mennyi esély van rá, hogy ne az legyen? Én úgy gondolom, hogy szerintem most egy Tigenit fogunk látni. Azt mondom, jó, lehet, benne, lehet, hogy már több elsős információk, tudja magyar valóan közönség is, hogy gyakorlatilag Cupix mindig napra kész friss információkkal jön, és fogadtásokról minden kiderül, hogyha van, de szerencseit az MNEP Valorant Kubán látjuk, ligán látjuk, hogy nagyon nincsen egyébként semmi fogadás, illetve cserebelérés az úton, mint az új szabályokat meghoztuk, vagy hát a szabálymódosítás megtörtént. Úgyhogy úgy gondolom, menjünk is egy 3 perc szünetre, és érkezzen akkor az interjút Igenével, és aztán pedig folytatjuk a napot, hiszen van még egy mérkőzésünk. Kitalálod, és belevágsz, és végigcsinálod, akár online is. Ez kell a kiváló teljesítményhez. A Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság támogatója a KNTH. Dönts okosan, KNTH, az innovatív bank és biztosító. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet. Lépést tartunk élete ritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája.